úgy érzem, hogy az előadó igazán megérdemli, hogy helyet foglaljon. És nagyon szépen köszönjük azt, amit elmondott. Megmondom őszintén, hogy néhány megállapítás, amivel megpróbálta összefoglalni azt a helyzetet, amivel kerültünk 56 emlékével, számomra megértető erejű volt. Hát ez természetesen nem kötelező senki más számára sem. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogyha netán személy és fültanúja voltak sokan nyugaton, akik még változatlanul úgy gondolják, hogy 1956 volna az a legkisebb közös többszörös, amire a mai magyar társadalomnak épülni kellene, azoknak most módjukban van hallani, hogy mit mond a történész ennek lehetőségeiről. Most pedig átadom önöknek a szót, tessék kérdezzenek. Szinte majdnem minden egyet értek, vagy elfogadom. Kérdésem az, vagy mégis talán egy kicsit vitatkoznék. 7 éves voltam, tehát nem mondhatom, hogy átéltem, de a csőcselék kategória nekem egy kicsit sok és erős, az nem vitatom azt, hogy voltak 56-ban olyan, hogy mondjam, tömegek, sőt, biztos, hogy voltak, amelyek kontrollját elvesztette mondjuk az irányító réteg, de annyit személyesen átéltem, és azért az nem a csőcselék jellegre utal, hogy legalábbis november elejéig Bartók Béla úton a kirakatok betörve álltak, és benne olyan dobozok, amiben pénzt gyűjt. És én azt gondolom, hogy a csőcselék az valami olyasmi, aki mondjuk azért megy ki egy Fradi Dózsa meccsre, hogy jól elpáholja a Dózsa szurkolókat, és a Dózsa szurkolókat, Fradi szurkolókat. Tehát az még akkor is, hogyha én értettem ezt a dolgot, hogy a rögeszme egyáltalán nem baj, hogy van, vagy nem, hogy ezt egy kicsit én vitatnám, de azzal a megszorítással, vagy azzal a megállapítással, hogy természetesen sajnos ugye, akik vállalták a harcnak, a fegyveres harcnak a kockázatát, azok nagyon vegyes társadalmi rétegből származtak. Tehát ez csak egy ilyen kis, talán egy egész kis pontosítás, én úgy gondolom, hogy az mindenképpen megéri, megéri ezen gondolkodni. A másik csak egy hasonló, nagyon árnyalatnyi finomság, és egyáltalán nem a jobb oldal védelmében mondom, hogy az a kapitalizmus, amiben a magyar társadalom 89 után találkozott, az nem piacgazdaság volt, hanem egy olyan turbókapitalizmus, amelyet szerintem és tudomásom szerint a legtöbb nyugat-európai gondolkodó is mérhetetlenül elítél és vitat. Tehát itt összecsúszik egy olyan fogalom, egy olyan állítás, ami egy ösztönös, tehát van benne egy ösztönös kapitalizmus ellenesség, de ezt én nem nevezném a piacgazdaság ellenességnek, hanem valami ösztönös és öntudatlan irtózás attól a neoliberális, eszméken nyugvó turbókapitalizmusnak, amelyel még a Schmidt kancellár is 92 évesen fölemelte azt a várt, ez azt a fajta kizsákmányolás, vagy az a fajta szélsőséges gazdasági kizsákmányolás, nem tudom másképp nevezni, az majdnem minden komoly gondolkodó vitatja. Tehát itt összecsúszik, valóban időben egymásra csúszik egy problematikus
ez tűnhet piacgazdaság ellenességnek is, de azt hiszem, hogy csak ennyi, két ilyen apró megjegyzés. Köszönöm szépen. Tessék valamit. Igen. Ja nem, akkor először fel, bocsánat, meg csak még egy kézzel átadok. Itt a képzelék A csőcseréken én is elgondolkoztam. Csak kérdezem, hogy ez nem az angol mob szónak a tükörfordítása lenne? Ami az angolban nem ennyire pejoratív, mint a magyarban. Magyarban ez túl pejoratív, úgyhogy értem én, és egyetértem azzal, hogy differenciálni kellene azt a tömeget, amelyik mondjuk a Petőfi kör és a műegyetemisták és a többi egyetemista és szakmunkás réteg alatt volt társadalmilag, és részt vett a fegyveres felkelésben. Most azért differenciálnám én ezt. Úgyhogy vannak a dolgozó, de normarendszer által, az állandó norma fokozás, normarendezések által, az állandó áremelések által és különféle szociális feszültségek miatt erősen ellenzékre szorult rétegek, és van a lumpen réteg. Mind a kettőnek tagjai részt vettek a felkelésben. De nem azonos. Úgyhogy én javasolnám, hogy differenciáljuk ezt a réteget nagy kifejezésben és terminológiában, és próbáljuk meg mellett adni a résztvevő rétegeinek. Köszönöm szépen. Még mielőtt ezt a kérdést továbbítatnánk, szeretném javasolni azt, hogy ha ne ragadjunk lennél a csőcseréknél előadónk, szerintem jobb hiány használta a kifejezést, amit inkább idézetként használ, abból az anyagból, amit megkapott, de természetesen a későbbi elemzéseit hallva látszik, hogy mi sem áll tőle távolabb, mint sem, hogy egy egység és oszthatatlan néven csőcseréként akarná apostrofálni a dolgot, úgyhogy én azt hiszem, hogy e körül semmiféle nézeteltérés nem lesz a hozzászólók és az előadók között. Tessék, parancsolni! Ha már a csőcselék szó körül indult el a diskurzus, hadd említsem meg, hogy ez a szó szinte szakrális értelmet kapott az vandalistának a végakaratában, és az őköztemetőben lévő emlékmű, a Johannes és György emlékműve tulajdonképpen ezt akarja kifejezni. Most egy másik témához ad újat vissza a Hollandiába került a hazánk fia szövegében a reakciós, az volt az érzésem, hogy az a 45 utáni koalíciós idők értelmében vett reakciós akarná jelenteni, ami azt jelenti, azokat, akik nem ismerték el, hogy a háborús kataklizma után valami teljesen újat szükséges kezdeni Magyarországon, hanem arról ábrázoltak, hogy a háborúig tartó kurzus valamilyen folytatását lehetne megvalósítani, hogy visszacsempészni. Most a koalíciós képök történelmét nézve a kommunista párt ezzel visszaélt, mert ő reakciósnak bélyegezett mindenkit, aki az ő céljának az útjában állt, függetlenül attól, hogy esze ágában sem volt a hojti rendszer
egyfajta másképp gondolta a magyar társadalom újraépítését az MKP. Nem fogadom meg Kőszegi Ádám Tamásnak, de a Csőcselék ügyet megkerülve mégis erről szeretnék beszélni. Azt hiszem, hogy a Korvin közé társaság és mondjuk a Móri Zsigmond körtéri társaság társadalmi rétegződésében is különbözhetett. Hát amikor a körtérre részben az osztálytársaim harcoltak fegyverrel, mert a József Attila gimnázium fölöttem járó évfolyamai. Igaz, megjegyzem, hogy a 46 fős osztályból inkább valóban, ez egy polgári társaság közép az ötfokú skálán, inkább az alsó közép osztály belé és még lejjebb lévő osztálytársaim oda pedig fegyverrel harcoltak. Ugyanakkor, hát én értem, hogy a retrospektív szociográfiát a 49 és 61 közötti Szent Imrevárosi föld alatti katolikus mozgalomról. Ezeknek a tagjai közül egy se vett részt fegyveres harcba. Egyébben részt vettek, cserkészet visszaállítása, diák tanács, stb. Tehát ezt érdekesnek tartom, hát nyilvánvaló, hogy ezt kutatták és vizsgálták, de hát mondjuk én ezt tapasztaltam. Ez apróság, bármi ezzel, de talán megvilágítja a dolgot. Igen, valóban a perem azt mondjuk, hogy a leginkább veszteseknek érez, azok harcolt a fegyver a mi osztályunkból, akik leginkább veszteseknek érezhetik volna a 11. kerület Szentendrevárosi polgármesterének egy alsó rétegeibe, akkor ezt én mint szociológus ezt így be tudom tárgyalni. Engedjék meg, hogy ezügyben visszaadjuk a szót Erdőnek. Köszönöm szépen az észrevételeket. A Csőcselék szót tényleg ebből a bizonyos dokumentumból idéztem, és magam is úgy gondolom, hogy ezt nagyon differenciáltan célszerű, sőt kell használni. Ezért próbálkoztam az anómia, a társadalmi peremhelyzet, a marginalizáció és egyebek bevezetésével. A kapitalizmus ellenesség megítélésében, tehát a 89 után kapitalizmus ellenesség megítélésében, ebben biztos van igazság. Az én érzésem szerint, igen, persze a kapitalizmus jelen 21. századi formáinak kritikája, elutasítása, az nem egészen ugyanarról a tőről fakad, mint a érzésem szerint a magyar társadalomban mélyen gyökerező ellenérzés, ami nem ezzel a turbokapitalizmussal, hanem általában amit ilyen általában fennáll, ami olyan, hogy mondjam, olyan választásokban érhető tetten, hogyha a gondoskodás elfogadását, illetve a szabad vállalkozás, beértve a kockázatvállalás között kell választani, akkor azt gondolom, hogy nagyobb százalékban választják Magyarországon az előbbit, mint például Lengyelországban, vagy Németországban, vagy Lengyelországban is, és máshonnan, és még hasonló, tehát ilyen kérdéseket szoktak feltenni. Tehát nem vagyok benne biztos, de ez nyilván elgondolkodtató, hogy ez kizárólag a 89-es és általában a jelen 21. századi formák ellen irányult, és nem általában a piaci magatartások, a piachoz kötődő attitűdök mély változatlanságáról van szó. A Csőcselék kifejezésre én tényleg ebből a dokumentumból idéztem. Az Arendt mob szavát a magyar fordítás Csőcseléknek fordította. Igen, még idéztem is, hogy ez erről szól, aminek nincs annyira pejoratív értelme az angolban, de azért nem mondható nagyon pozitívnak. Az Arendt gyönyörűen leírja, hogy miről van szó. Elsősorban szerinte a 19. században kialakult osztálykeretek
és osztály tudatformák, osztályhoz kötődő tudatformák feloldódásáról, és hát a teljes az osztály kötelékek, a szolidaritások feloldódásáról, és magányos, atomizálódott emberek lazza halmazáról, amelyet a totalitárius intenciók és akaratok erre-arra sodorhatnak. És tulajdonképpen azt hiszem a lényeg ez, hogy védtelenül állnak ez előtt. Ez egy egészen más, ez itt majdnem áldozatai ők az akkori, az Arendt jelenkorát értem, jelenkori fejlődésnek. Igen, és nem mindenki érezte ezt. Angyal István a névtelen csőcselék még rá is tett egy jelzőt, emlékművéről beszélt, amelyből vétettünk, ezt írta, és amelyel együtt térünk meg. Tehát itt majdnem, hogy egy ideális magasságba, de mindenképpen egy poétikai szerkezetbe emelte ezt a fogalmat. Tehát azért vannak itt példák arra, hogy ez nem feltétlenül negatív. Hogy a reakció azokat jelentette, akik nem akarták megváltoztatni a Horthy-kor berendezkedését. Igen, ezzel egyetértek, de azért a közbeszédben azt gondolom, hogy a kommunista párt propaganda gépezete ültette ezt el, és látta el igazán jelentésekkel. A Bibó Istvánnak a Magyar Demokrácia Válsága című 46-os tanulmányában nagyon szép elemzés van erről, ami sokkal kevésbé. Ő éles különbséget tesz az ő értelmébe vett reakció, ami nagyon közel áll ahhoz, amit ön mondott. Még ehhez hozzátesz egy néhány általános szociológiai és pszichológiai jellemzőt, a konzervátori attitűdöt és egyebeket, és a kommunista párt. Azzal vádolja a kommunista pártot, hogy partalanná tágította a reakció értelmét, és ez megakadályozza a politikai tisztánlátást. Ezt csak egyet szeretnék hozzátenni, hogy azért a Horthy-korszak utolsó éveiben, a 30-as évek közepétől annak, hogy a fennállót azt meg kell őrizni, azt gondolom, hogy a magyar szellemi életben alig volt híve. Nagyon sok reform elképzelés volt, ezek közül a népiek egyébként tarka-barka víziója az egy volt, de kereszténydemokrata, keresztény-szociális, szélső jobboldal és mindenféle víziók mind a változtatásról szóltak, tehát ez egy nagyon eleven időszak volt, és az igazi konzervátorok azért azt gondolom, hogy talán inkább a politikailag tudatos és gondolkodó emberek kisebbségét jelenteti, érzésem szerint. De ezzel a differenciással mélyen egyetértek. Hát, igen. Igen, köszönöm. Én mindazzal, amit a János mondott, százszerűen így értek, ami azért nem csodálatos, mert hát volt, akikkel 25 éve együtt működünk egy közös intézményben, amely hát most már nem létezik, de azért létezik, ezt nem fogok bőven fejtegetni, mert a mai világ egyik kicsosága. Szóval nekem tulajdonképpen azzal, amit gondoltál, annyira nincsen semmiféle bajom, vagy annyira hogy inkább két vagy három még terítéken nem került problémát szeretnék felvetni, abból a szerencsés alkalomból, hogy mindig csak összejött 20-25 ember, akik még érdekel, ez 1956, és azt hiszem, hogy ez ebből az akkor lesz, ebből a szempontból egy eléggé fenntartható. Az egyik, valami, ami úgy érzem, hogy egy kicsit kimaradt a szavaimból, és egy kicsit, az a nagy veszély.
ez egyáltalán nem azért mondom, mert én nagyon tevékenység, mondjam, vitathatatlanak, kifogástalanak, és mindenkor hívásnak tekintem, ám bár az, ahogyan ő viselkedett a letartóztatáson után, az mindenképpen példaszerű és semmiféletes, hanem azért, mert az én mind meggyőzésem szerint, amelyet több írásban ki is fejtettem, az, hogy nagyjából személye nélkül nem lett volna 1956-os forradalom, de most a szó előtt megfordítom, hogy világosan is. Természetesen lett volna 1956, csak az nem forradalom lett volna, hanem egy valamiféle néplázadás, amelyet igen hamar levernek, és akkor egészen más kép. Mint ahogyan Kelet-Németországban voltak néplázadások, ugye 53-ban Németországban. Ott egy nem csak berlini, hanem szinte egészen ezek a kiterjedő nép fölkelés, amelyet azonban nem úgy tartanak számon, mint mégpedig azért, mert nem egészült ki egy olyan államférfiúi személyiséggel, aki egyrészt az oroszok számára tárgyaló partner lehetett, és bármilyen furcsa az a körülmény, hogy az, ugye, hogy a szovjet politbüró elnökséget hívták, ugye, elküldte két képviselőjét, hogy tárgyaljanak vele, és napodik tárgyaltak, és bizonyos dolgok meg is állapodtak, nem teljesen világos, hogy miben, mert ez írásos formában nem került rögzítésre, tehát mást mondtak erről később a Mikolyán, mint akkor Vladimir mondott erről. De mindesetre tárgyaló partnere volt, tehát ő volt Magyarország elfogadott miniszterelnöke, és ez a miniszterelnök vitte át lassan az eseményeket egy olyan pontról, ahol még ugye, a kormány küzdött a Csőcselék ellen, amely az utcára vonult és fegyvert ragadt, egy olyan helyzetbe, ahol végül is kialakult egy nemzeti egység kormány. Tehát az a bizonyos szüke kabinet, amelyet Nagy Imre megalapított és bejelentett a november 1-én, és amelynek az a különlegessége, hogy egyetlen egyszer sem ült össze november 1-én és 4-én között. Ez köztudomású, hogy ilyen, ennek a szűkett kabinetnek ülése nem volt, olyan okok van, amit most nem érdemes tárgyalni. Ez is egy jelképes valami volt, ez a szűkett kabinet, amelyben a magyar demokratikus erők voltak képviselve, hát vitatható számarányban, de ez most teljesen mellékes, de mindesetre olyan személyiségek, akik nyugaton is jelentettek valamit, akik a Szovjetunió szemében is valamiféle, hogy mondjam, megfogható politikai tárgyaló partnert képeztek, képezhettek volna kedvező esetben. És mindent Nagy Imrének köszönhető, Nagy Imre személyének, tehát én nekem az a véleményem, hogy Nagy Imre nélkül nem lett volna a magyar forradalom, abban az értelemben, hogy ez az előre finnyihattam. Tehát az esemény lett volna, csak azt nem úgy tartották volna számon, mint a magyar forradalom, ugye, amellyel még az ENSZ is ugye, kapcsolatban volt, amelynek képviselőit várták az ENSZ éppen folyó közgyűlésére, sőt a barátaimnak, a közvetlen barátaimnak a tanúságtétel szerint Nagy Imre november 3-ának nagy részét azt töltötte, hogy írta azt a beszédét, amelyet majd New Yorkban el fog mondani az ENSZ közgyűlésen előtt. Jó, hát igen, ezen az ember nem tudja, hogy sérül vagy nevessen, ugye? Mert Nagy Imre ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy
nem kimennek, hanem bejönnek. Tehát erről neki tájékoztatása volt a hadsereg részéről, tehát a katonatiszti vezető réteg részéről, hogy a határokon az orosz csapatok nem kimennek, hanem bejönnek. Na ez az egyik dolog, amit mondani akartam. Tehát nem lehet kihagyni Nagy Imrét, mert ha kihagyjuk Nagy Imrét, akkor nincs magyar forradalom, van egy népfölkelés, egy országos lázadás, de az nem öltötte volna történelmileg ezt a kialakult képet, amely azóta is bennünk él. Egyébként mégiscsak gondolok valamit a Csőcselék problémáról, mert ez nem akartam az azt, hogy tegnap láttam a Danton halála című darabot a Víg Színházban, amely az első felvonása azzal kezdődik, hogy a Csőcselék valakit fölhúz az akasztófára, és egész igazat ott volt az akasztófán. Szóval ilyen jelentek Magyarországon nem voltak azért. Pedig ez a... Nem voltak. Nagyon kis számban voltak. Jelentéktelen. Szóval, ahogyan ezt Müssner megírja, akkor még nagyon például volt a tanulmányból. Tehát neki, hogy mondjam, közvetlenebb forrásai voltak arról, hogy mi történt, bár minden volt, de hát csak néhány évtized választotta el. Ugye a francia forradalom terror korszaka az egy szörnyű korszak volt, egyébként Gibb István is nagyon nagy figyelmet szentel annak, hogy mennyiben ez a terrorkorszak mennyiben diszkreditálta a haladásnak az ügyét, és egyáltalán a valódi és forradalmi mozgalmaknak. Arra gondoltam, hogy ez a Csőcselék dolog, ez hozzátartozik, minden nagy népmozgalomhoz hozzátartozik az, hogy van a Csőcselék mozgás. A franciával a szó körülbelül ugyanolyan pejoratív értelme, mint a populász, az úgy körülbelül ugyanolyan, mint a Csőcselék. Szóval nem olyan, mint a mob, amely sokkal spontánabb és meghatározatlan valamit jelent, ám már annak is azért kicsit pejoratív. Na és akkor mindegy egyik másik dolog. Amikor én Magyarországot elhagytam a déli határ irányában, mert már túl későn indultam el a nyugati határ irányában, akkor pár hónapot töltöttem kényszerű internálásban Jugoszláviában. Aztán onnan tudtam Franciaországba eljutni, de nem az én történetem magában. Ott megismerkedtem rengeteg emberrel, akik a forradalom legkülönfélébb, színeit képviselték, és többségükben semmiféle forradalmi szint nem képviseltek, mert hiszen kimenni, elhagyni Magyarországot, ez annélkül is lehetséges volt, hogy valakinek forradalmi szerepelett volna, forradalmi nézetre jöttek volna. Rengeteg fiatal diák volt, kalandvágy volt, de ezt nem tudom, hogy így mondom, ugye, akarták elhagyni Magyarországot, sikerült is. És ott összeismerkedtem egy vidéki tatár emberrel, nem tudom, hogy valaha tudtam a nevét, de most már biztosan nem tudom, aki azt mondotta, hogy tudod, mindenkinek voltam egy mozgalmunk, egy illegális mozgalmunk 56 során, és pár nappal, október 23-án előtt kaptunk egy üzenetet, hogy legyünk Budapesten, október 22-én, 26-án. Na most, ezt úgy mondom el, ahogy én hallottam. Én ezt ellenőrizni tudtam, de az illető spontán és minden hátsó gondolatérkül beszélt velem, mert hát ugye heteket és heteket töltöttünk el semmi tervésben, és a szép idő volt, akkor a Mária Terézia kori laktanya udvarán a fűben olvasgattunk, vagy más dolgokkal foglalkoztunk, és
Én csak nem is kérdeztem rá, hogy ez pontosan milyen mozgalom volt, de azt mondta, hogy volt egy ilyen mozgalom, és ennek egy tagja volt, és ott volt. Na most én, miután azért évtizedekig voltam egy intézménynek az elnöke, amely a történetére foglalkozott, tehát sok mindent tudok arról, amit földerítettek, például a titkosszolgált legyártásban való, meg a, ugye a perekről szóló iratok, ugye Őrsi László fantasztikusan földolgozta az ő könyvei azért érdekesek, mert ő megmutatja, hogy a mindenféle ilyen-olyan dolgokból elítélt fiatal emberek közül miért voltak sokkal a fegyveres felkelők közül, de amilyen elítélték őket, az a kommunista rendszernek a, hogy mondjam, a szokása volt, tehát nem bűnöző fiatal, de ipso facto azáltal, hogy börtönben voltak, börtönviselők, tehát lehetek mondani azt, hogy ezek tulajdonképpen börtön töltelékek jöttek elő, és nem találkoztam egyetlen olyan adalékkal sem, amely arra mutatta, hogy a föltáró rendőrségi és egyéb próbálkozások, azok bármiféle ilyen összeesküvésnek a nyomára jutottak volna, mert hiszen nyomára jutottak volna, akkor ez öles betűkkel szerepelne az erről szóló könyvekben, a Orvos Ervinnél bezárólag, és nem tudom, kitől kezdődően. Orvos Ervintől kezdődően, ki volt az utolsó, ki az 56-ról írt a Berec. A Berec számos. Ezeknek egy kívesen tartok. Na most ezzel azt akarok mondani, hogy még nem tártuk fel igazán, hogy mi volt 1956 először. Szóval vannak sőt, fekete pontok, vagy úgy értem, hogy megvilágítatlan pontok. Fekete nem a szó aktív értelmében, szürke zónák, amelyekről nem tudjuk, hogy azokon belül történt. Ezt arra mondom, hogy talán mégse lesz jó abba adni az 56-os utatásokat, nem is hagyjuk abba, hiszen a dolog különössége az, hogy nincs 56-os utatásokat, nincs van. Mert vannak érdekességek, még amiket nem tudom. Nagyon szépen köszönöm. Ha szabad egy, tehát egyrészt nagyon érdekes volt mindaz, amivel kiegészítetted a dolgot, de felhívnám a beszélgető társak figyelmét, hogy a kérdésben nem igazán 56 az izgalmas, hanem sokkal inkább az, hogy mi történt azóta. Én azt gondolom, hogy a hátra lévő, mint egy 20 percben még beszéljünk kicsit arról, hogy mire tudható be az a folyamat, ami annak idején a címervitában csúcsosodott, amelyet röviden úgy tudnék összefoglalni, hogy a parlament úgy döntött, hogy a koronás címer lesz Magyarország címere. Az 56-osok legnagyobb meglepetésére, akiknek természetesen a Kossuth címer volt a mindenük. Én úgy érzem, hogy jelképesen ez volt az első szembesülés azzal, hogy mit szeretnénk és mi történik. Úgyhogy ha szabad javasolnom, érjük inkább ennek a taglalására. Nekem ehhez is volna valami, amit talán mondanék, de van azért két kérdésem, amit talán röviden el lehet intézni. Én mélyen egyetértek azzal, amit mondtál a halottakról és az azzal kapcsolatos szám arányokról, hogy egyrészt ezt óvatosan kell kezelni. Én ezt úgy szoktam mondani diákoknak, hogy az egyik oldalon van 2000 halott, és a másik oldalon 1000 halott, akkor nem közömbösítik egymást, és akkor az nem azt jelenti, hogy 1900 halott van, hanem akkor Magyarországnak van 2100 halottja, és lehet, hogy az egyiknek nem rendezünk dísztemetést, és a másiknak igen, de azért a 2100-ban 2100 özvegye, álmája, és így tovább. Tehát ez az egyik. A másik viszont az, hogy
én is úgy érzem, hogy ez a forradalom meglepően ahhoz képest, hogy mekkora a kényuralom először meg, és milyen hirtelen tört ki. Nem azt mondom, a lincselések nem voltak emberségesek, hanem az tűnik nekem valamilyen módon megjegyzendőnek, hogy, és kérdezem, hogy jól tudom-e, hogy ez a forradalom a szovjet fegyverek nélkül állt meg a köztársasági vérengzés után. Nem volt annyi idő, hogy fel lehessen mérni, de hát nagyon felelős hangok szólaltak meg például a november 2-ai irodalmi újságban is, amellett, hogy, ezt nem. De akkor én úgy tudom, hogy hogy október 30-án volt a köztársaságtéri vérengzés, adat van-e arról, hogy ezután előfordult-e valahol nincsen, és erre kíváncsi volni, hogy én ezt jól tudom-e. A másik ezzel összefügg, hogy az én érzésem szerint, és a kérdés az, hogy ez stimmel-e, amennyire a Suez egy hivatkozási alap volt, legalább annyira hivatkozási alap volt a köztársaságtéri vérengzés is az oroszoknak, amire azt kell mondani, hogy a forradalom adott egy olcsó zicsert arra, hogy lehessen azt mondani, és, hogy itt ölik a kommunistákat. És hát tényleg, akkor ölték. Akkor ez így volt, ez jóvá tehetetlen, és még ráadásul hát a forradalomnak is kárdolgozott. Hát erről szeretném. Itt egy pillanatra akkor álljunk. Igen. Megpróbálok itt sorba menni, és kezdem a Péter hozzászólásaival, hogy egyetértünk, az nem csak annak tudható be, hogy tényleg 25 éve együtt tevékenykedünk, és azt hiszem, hogy egy szellemben, hanem többek közt annak is, hogy mindaz, amit én itt elmondtam, ő sokkal jobban megírta az eltékozott forradalom című könyvében, sok más egyéb mellett, mert ez egy teljes forradalom történet, és alig van olyan aktuális ága-boga 1956-nak és hagyományának, amire ez a kiváló eszéne terjedt volna ki. Igen, hát Nagy Imre nélkül a forradalom történetéről nem lehet beszélni, a mentségem csak annyi, hogy én úgy fogtam föl a mai szerepemet, hogy az nem a forradalom történetéről, hanem néhány forradalommal kapcsolatos rögeszméről, eszméről és a forradalom hagyományáról szól, amiben egyébként Nagy Imre helyzete mintha jobb lenne ma 25 évvel a rendszerváltás után, mint 56 általános helyzete. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mindazzal, amit Nagy Imrével kapcsolatban mondtál, az ő államférfi szerepéről, az, hogy ő közjogi formát adott, és ezt a közjogi formát arra használta föl, hogy megpróbálja elmagyarázni Moszkvában, hogy mit jelent a forradalom jelensége, amit azok nem tudtak, csak beszéltek forradalmakról. Ez kétségtelen. Most ehhez képest Nagy Imre 89 után rögtön sokkal rosszabbul járt és rosszabbul állt éveken keresztül, mint a forradalom ügye. Belekeveredett a 20. századi szereplőket, magyar szereplőket ért valamennyi vádba, minden aknamezőre rákerült. Ugye volt rákosista, sztálinista, moszkovita, KGB ügynök, ilyen-olyan, amolyan informátor, a jeltelen sírokba eltevetett kivégzettek ügyét is az ő nyakába varták, mondván, hogy ő hozott erről rendeletet, és így tovább. Tehát alappal, alap nélkül tulajdonképpen teljesen szétszették, meggyilkolták, és ez éveken keresztül visszatért. Én úgy veszem észre az utóbbi időben, hogy ezek így elhalványultak, és itt a történeti emlékezet sem kímélte Nagy Imrét, a történészek sem. Ugye a 2006-os évforduló legvízhangosabb könyvsikere az Charles Gatti
egyébként világsikerű Vesztett illúziók című könyve volt, aki azzal a javaslattal állt elő, egyébként ezt régen vallja, hogy a magyar forradalom győzhetett volna, hogyha Nagy Imre tehetségesebb, rátermettebb, erősebb kezű politikus. Ez van benne. Ő is írt egy olyan fejezetet, mint te, Péter, hogy győzhetett volna, mi lett volna, ha győzhetett volna a magyar forradalom. De ez a történelmi szerep és hely, amiből talán mégis bizonyos hagyomány származhat, ez Nagy Imre esetében mintha jobban állna, mint 56. A Nagy Imrei haláltörténet ugyanis tényleg egy akkora erejű példázat, és hogy mindezeket a nagyon is 21. századi kekeckedéseket valahogy eltolja oldalra. Nem érdekes. A csőcselékre, hát Péter, azért sajnos felakasztottak embereket az utcán. Október 31-én, ez válasz Istának a kérdésére. Hogy nem tömeges. Igen, nyilván nem annyi, mint a nagy terror időszakában, a jakobinus diktatúrában, de egy Tóth Ferenc nevű államvédelmi századost október 31-én kihoztak egy rendőrségről, és felakasztották az Aradi utca és a Nagykörút sarkán. A válasz a nagy és később ilyen jelképerejűvé emelt lincselések valóban október 30-áig zajlottak. Miskolc, Moson-Magyaróvár és a Köztársaság tér, ez a három a legismertebb. Epizódikusan tényleg történt egy-kettő utána is. Az azonban kétségtelen, hogy egységes volt a forradalmi sajtó, és hát minden akkori szereplő és a kommunikáció abban, hogy ennek azonnal véget kell vetni. És főjelző az volt, hogy hétfőn munkában. És hogy munkában. Szóval igen. Na most a következő, amit kérdeztél ezzel kapcsolatban, hogy Suez mellett hivatkozási alap volt-e a köztársaság tér? Ezt tudom, hogy volt, csak hogy szerintem... Nem jól tudom. Nem jól tudom? Nem. Akkor, amikor a döntést meghozták október 31-én, én csak azt mondom, amire dokumentum van. Ott a Hruscsov tett egy előterjesztést, hogy meg kell változtatni az előző napi értékelést, és be kell vonulni Budapestre. Ő olyat, hogy azért, mert ölik a kommunistákat az utcán, tehát ezek a szavak, hogy kommunisták öli utca, lincs, ez nem szerepel az erről szóló feljegyzésben. Az a erre utaló legszélsőségesebb mondat, hogy mi eléjük mentünk, de nincs kormány. És ez egy október 28-i vitára utal vissza, amikor egyesek azt mondták, hogy most itt olvassuk a Nagy Imrének azt a 28-i első programját, ami néhány követelést elfogadott, másokról hallgatott, például a több párt rendszerről még csak olyan elég homályosan volt ebbe szó. És erre néhányan azt mondták Moszkvában, hogy a jelek szerint ez a kormány nem ura az eseményeknek, Hruscsov pedig azt mondta, hogy ez egy olyan program, amit elfogadhatunk, és meg kell adni a bizalmat. És erre reflektált három nappal később, tehát ez, hogy lincs és akasztás, ez nem szerepelt. Suez igen. Azt mondták, hogy most két vonatkozásban merült föl Suez. Hruscsov egyik alkalommal valami olyasmit mondott, hogy most itt az idő a cselekvésre, mert az angolok és a franciák a Suezi csatornánál keverik a kását, ez egy orosz kifejezés, zavárivájut kásu, nem egészen azt jelenti a kását, de így mondják. Úgyhogy mi meg itt nem fognak odafigyelni. A másik erre vonatkozó mondat, ami egyáltalán nem koherens az előzővel, hogy ha kivonulunk, mondta Hruscsov, akkor azt fogják gondolni, hogy Suezen túl odaadjuk nekik Magyarországot is. Nekik. Mármint a nyugatiaknak, mert erről beszélt végig, a birodalmi presztízs védelméről volt szó. Tehát akkor, amikor döntöttek, ez nem szerepel. Két és fél nappal később, amikor Titóval beszélgettek, és amit ugye Veljko Micsunovics sokkal irodalmi formában
örökített meg, mint a prezidiumról ilyen feljegyzéseket papírra hányó kb. Osztályvezető, akkor már szerepelt. Avval érvelt Hruscsov, hogy de hát tömegével akasztják föl a kommunistákat az utcán, hajtóvadászat folyik, és hogy ezt meg kell állítani, mielőtt kiírtják itt az összeset. Tehát akkor nagyon is szerepel, mértéktelenül eltúlozva. Ez a dinamikája. Akkor már nyomta ezt a szöveget. És ugye úgy mondta, hogy Kádárnak, mondta Brioniban Hruscsov Titónak, Kádárnak és Münichnek sikerült elmenekülnie Budapestről. Ezt úgy állította be, hogy hát már vadásztak rájuk is, és hogyha nem szöknek még idejébe, akkor őket is felhúzzák az első fára. Úgyhogy ez a helyzet ezzel kapcsolatban. Most az 56 előtti szervezkedések, ez tényleg egy nagyon izgalmas dolog, és hát persze nem szabad abba hagyni a kutatást ezért sem, meg más okokból sem, és nem is fogjuk abba hagyni. De valóban az tény, hogy eddig olyan adat, amelyik egy hát valami nagyobb szabású, és aztán 56-ban szerepelt, aktív szerepet játszó szervezkedést tárt volna föl, ilyen nem volt, pedig erre vadásztak, nagyítóval keresték az ilyet, és nem találták. Akik szervezkedtek, azok közül pedig hát nagyon sokan lebuktak, ugye Sulyánszky Jenőnek volt egy csoportja, vagy ő tagja volt egy olyan csoportnak, amelyik egy fegyveres hatalom átvétel forgatókönyvét dolgozta ki, ebben szerepelt a Rádió Bródy Sándor utcai stúdiójának elfoglalása, de Sulyánszky Jenőt elfogták, azt hiszem 55 végén, óriási szerencséje volt, hogy már a 20. kongresszus után tárgyalták az ügyét, mert így nem akasztották fel, a forradalom alatt kiszabadult a börtönből, és ugye utána el tudott menekülni, részt vett a fegyveres harcban, november 4-én, és utána elmenekült Franciaországba. És máig is, igen. Úgyhogy ez persze nem azt jelenti, hogy nem voltak ilyen szervezkedések, hiszen ön az előbb pontosan egy ilyenre utalt, ha jól értettem, a Szent Imre városi körre, ami gondolom azért nem fegyveres fölkelést szervezett, hanem egyfajta közösséget, ami a föld alatt létezett, de nem egy forradalom kirobbantása volt a cél. Ettől azonban még sok minden előkerülhet. Az egyébként, hogy miért mondhatta ez a tanár, hogy ők értesítést kaptak, hogy jöjjenek Budapestre, azt minden szervezkedés nélkül is én legalábbis meg tudom magyarázni, de hát mondjuk ezért fizetnek, mondhatnám. Szóval a 23-a előtti napok, azok ugye rendkívül turbulens időszak képét mutatják. Legkésőbb a MEFESZ, tehát a Egyetemi Hallgatók és Főiskolások Szövetsége szegedi megalakulása, kiválása a díszből követő napokban. A diák küldöttek, egy szervezet, S-szervezet volt kampány keretében, végigjárták az ország összes felsőoktatási intézményét, és mindenütt azon ügyködtek, hogy hozzák létre a MEFESZ-t egy helyre, többen is elmentek több alkalommal. Kezdtek megjelenni már az első nyilvánosságban is követelések, már a 23-át megelőző napokban, és az, hogy valamikor érdemes lesz Budapestre jönni, és hogy ott lesz az események középpontja, ez erről nagyon könnyen kaphattak értesítést, még egy bármilyen laza szervezkedés része is. És hogy úgy emlékezett, hogy 23-án kell Budapestre jönni, ennek én szerintem már pár hónappal az események után is nagyon egyszerű lélektani magyarázata van, hogy 23-a bevésődött. Ha ő kapott egy értesítést, hogy valamikor gyere föl most a napokban, akkor az úgy állt össze történetté, hogy nekem azt mondták, hogy 23-án legyek ott, és ez valami kivételes, utólagos megvilágosodás. Ami ugye nem torzítás,
ez, hogy pozitát, bocsánat, ez nem hazugság, ez semmi ilyen, hanem így rendeződnek össze a történetek. Lehet, hogy már két hét múlva is már így rendeződött össze. De az is lehet, hogy így tudom én, hogy majd ebből kiderül egyszer, hogy tényleg volt valami szervezkedés. Egyébként mindenki tele volt a szervezkedés történetekkel. A korai írásos reflexiók, mint Nagy Imre Sznagovi emlékirata, vagy Fekete Sándor Hungarikus röpirata, meg is örökítik ezeket a közszájon, vagy benfentes körökben forgó provokáció és összeesküvés elméleteket. Ezek léteztek. És felkutatandók. Abban nincs. Igen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Arányi Erzsébet vagyok, és most abban a furcsa helyzetben érzem magam, hogy csapos közben szól. Az előadónk azt mondta a korábbi megjegyzésében, hogy minthogyha nem szeretnénk a forradalomjét, és sokkal inkább a biztos, kiszámítható dolgokban szeretünk gondolkozni. Hát szeretném magunkat emlékeztetni arra, hogy egy hónappal ezelőtt nem itt, hanem a másik nagyteremben volt egy másik ehhez hasonló megbeszélésünk, ahol éppen arról volt szó, hogy a tekintélyelvűség hogyan hagyja át a magyar társadalmat, és hogy ez mi mindent eredményez. Ezt és másokat. Ez volt az egyik megjegyzés. A másik megjegyzés pedig az, hogy minden tisztes értelmiségként így ülünk itt, hogy beszélgetünk egy a magyar társadalmi történet szempontjából roppant fontos eseményről, talán az egyik legfontosabb eseményről. Az értelmiségnek az a dolga, hogy beszéljen, megbeszélje, kibeszélje és kialakítson valami konszenzust. De azért én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem csak ezt csináljuk. Ez egy esemény, amikor erről beszélünk. Hogyha az előadó azt mondja, hogy dolgunk van, mert 89-ben például átrendeződött mindaz, ami 56-ról addig értelmes volt és értelme volt, akkor ezt azt gondolom, hogy ez most is folyik. És hogy nem zárult le, annak az egyik ékes példája az, hogy ma itt hányan vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy szeretjük, nem szeretjük, egy történelmi helyzetnek vagyunk a részesei ebben a pillanatban, így mind 30-an körülbelül, nem 25-en, kicsivel többen. De egészen biztos, hogyha 10-szer ennyien volnánk, akkor se volnánk elegen egy közel 2 milliós városban. Még szerencsére nem vagyunk, mert ebben a teremben mondjuk úgy, ahogy ennyien beférünk, de 10-szer ennyien nem férünk volna. De én azt gondolom, hogy nekünk, akik mozgatjuk ezt a beszélgetés sorozatot, ez bizony egy komoly feladatunk lesz az elkövetkezendő időben, hogy valamilyen formában például az 56-ról való gondolkozás résztvevőinek számára megtisztelezzük, megszászorozzuk. Ennyit akartam csak mondani. Köszönjük szépen. Végezetül arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az anyag, amit János úgy adott elő, mint egy ajánlás 56 mai helyi értékeit illetően, ez eléggé elgondolkodható ahhoz, hogy tisztelettel ajánlja mindenkinek, hogy érdemes lesz ezt a részt még egyszer figyelmesen megnézni. Akik most nem láthatják, azok láthatták, azok természetesen néhány nap múlva megnézhetik az egyhv.társadalom.hu ezt a előadást. A másik pedig az, hogy nekünk bevaló szándékunk, hogy ezekről az előadásokról bontakozzék ki ebben a folyóiratban valamiféle vita is. Úgyhogy akinek most már az időhiány miatt nem tudtam megadni a szót, azt kérem, mert fogja vissza magát, mondja a véleményét a Lehet-e fórumunkkal kapcsolatban. A Lehet-e fórumunkban, és azt természetesen továbbítjuk mindazoknak, akik ezt igénylik.
külön felhívom a figyelmet még arra, hogy a legközelebbi alkalommal minden valószínűség szerint a etikai és hittantantárgyakkal kapcsolatos beszélgetésre kerül sor, amelyről bővebbet most a Kamarás Istvántól lehet hallani. Hát valami mondja. Hát ez egy borzasztóan izgalmas kérdés. Ugye, hát itt az történt, hogy egy szűk, viszonylag szűk szakmai csoportnak sikerült a most vesztésre álló oktatási háborúban egy tankönyv, egyetlen tankönyv kapcsolatban előterjesztés született. Hát a vesztésre álló oktatási háborúban egy szűk szakmai csoport, az emberismertetik a tantárgyal foglalkoztak, sikerült egy csatát nyerni, felemás módon sikerült, ugye tudják, hogy kötelezően választható hit és erkölcstan tantárgy került bevezetésre. Nagyon izgalmas adataink vannak, hogy miért választották ezt a hit és erkölcstan 50%-a fele arányban, miközben Magyarországon a gyakorlóan egyháziasan gyakorló vallásról arány a 15-18%. Egy elég érdekes drámai helyzet. Köszönjük arra kért minket, akik ezt megszervezzük, hogy most ne annyira a drámai helyzetről beszéljünk, hanem hogy hogyan lehet ebből jó kijönni ebből a helyzetből. Erről fogunk beszélgetni olyan emberekkel, akik ezt a tantárgyat kitalálták, akik hivatalból gondozzák, akik félig hivatalból, akik okponálják, hamarosan megkapja mindenki, amit hívott. Köszönjük szépen, és mindannyiunk nevében megköszönjük János előadását, és azt kell még, hogy hozzátegyem, hogy természetesen a vitában, ami a reményeink szerint netán sor kerül az egyház és társadalom hasábjai, jó lenne nem 56-ról, hanem azután történtekről beszélni. Hogyan alakulhatott az a helyzet, hogy egy ilyen nem helyi értékszerű dologgá vált 56, hanem mintaértékű tartományba kerül. Köszönöm szépen a figyelmet!